Sziasztok! Szép estét kívánok, üdvözlök mindenkit! Ismét itt vagyok, és folytatjuk a Dark Souls-t. Hol is hagytuk abba? Ja igen, Anor Londóban voltunk, és ott... Hát... beszélgettünk egy nagy nővel. Aztán visszamentünk a Firelink Shrine-hoz, és fölgyújtottunk valamit. Vagy nem fölgyújtottunk, hanem valami volt. Na mindegy, a lényeg, hogy folytatjuk, és hát új területeket fedezünk föl, de hát majd meglátjuk. Valami ejtát tettünk helyre. Igen, valami nagy ilyen bogrács, vagy valami ilyesmi. Na, szóval itt vagyunk, és folytatjuk. Így van. Mondom, folytatjuk. Igen. És hajnalka is megérkezett. Jó, tehát itt vagyunk, és lent vagyunk a mocsárban, mert hogy itt itt kihagytunk valamit, amit most pótolunk. Aztán utána megyünk tovább. Na. A Shaded Dream Mana Serp, Nevermind Summersbee, Blueberry. Oké, akkor ti ilyen üdítőket isztok. Oké. Hát igen, Cider. Jó, itt be fogunk mérgeződni, így is, úgy is, úgyhogy én ezzel már nem foglalkozok, hanem csak szaladunk. És oda szaladunk egészen pontosan. Ugyanis ide nem jöttünk. Viccelek, Nevermind, ne vegyél komolyan. Na, szóval megnézzük, itt van egy nagy fa. Ez egy fa. És itt nem voltunk. Hű, de ocsmányok vagytok. Nagy pióca. Levágom itt ezeket. Na. Oké, csak kijöttünk a poisonből. Na, úgyhogy erre jövünk, és hát én itt elnézéseteket kérem, de már benéztem, és kinyitottam, itt két titkos fal volt egyébként. Úgyhogy erre jövünk. Egészségetekre. Ez még mindig nagyon jó ez a sör. The Great Hollow. Hollow. Ha jól sejtem, ez egy opcionális terület egyébként. Ezért is hagytuk ki. És kaptunk már is ajándékban 400 szólt. És egy bonfire-t. Hát le is ülünk. De megyünk is tovább. Na, és akkor itt ez egy fa. És hát itt lehet menni körbe-körbe. Megpróbáljuk fölfedni. Mindegy, úgyis le kellett már nyesni ezeket a régi ágakat. Titkos. Titkos fa. Titkos fa. Nem. Jó, hát erre jövünk tovább.
Oké. Lehet tovább arra menni. Meg lehet erre is jönni. Valamint morgott. Oh. Kedvenc svidisem. Nem szeretem ezeket a békákat, mert bemérgez. És... utána fél HP-val jövünk vissza. Nem vansatolnak, hanem ez a Death. Mi is az? Na mindegy, a lényeg az, hogy meghalok tőle, és amikor újra éledek, akkor fél HP-val jövök vissza. Ez tuti titkos fal. Hát nem. Death Curse. Valami, nem tudom, valami olyasmi. Csak simán Curse. Oké. Ez egy nagyon magas létre. Hát gyerek, nincs nagy damage-e. Tehát ha csak így rámugrik, csak build-up-ol az a, ez a curse, és... attól meghalok. Jó. Hát oda nem kéne leesni. Igyekszek nem meghalni, igen. Csak merre menjek tovább? Ó. Oh. Ez baj. Ez is baj. Semmi baj. Jövünk megint. De, hogy létrázás közben... Ha. Oda valahogy el kéne jutni. Lehet, hogy akkor nem lefele kell jönni, bár... Ó. Oh.
Érdekes. Volt egy békának a... árnyéka? Na mindegy. Jó lesz. Jó lesz. Majdnem jó volt. Nem tudom, így ezek a lizárdok így eltűnnek, meg feltűnnek véletlenszerűen. Ha. Titanite chunk. Most ez egy másik út, amin megyünk. White Titanite Chunk. Aggódtam, hogy sikerül-e, de végül is sikerült. Oké. Hát igen, ez én kis opcionális terület szerintem, ahol lehet így lootolni. Blue Titanite Chunk. De ez nagyon... Oh, shit. Na most merre tovább? És fölfele nem tudok. Arra nem tudok. Ez baj. Hát így mondjuk nem. Boss sincs? Na hát akkor ez egy nyugis, nyugis terület. Itt a zuhanás a boss. Meg ez az ág. Ez az ág maga a boss. Jó, jöjjünk erre. Oké. Ó. De rajta voltam az ágon. Ti is láttátok. Na, akkor jövünk megint. Ne-ne-ne-ne-ne! Majdnem fajos lett. Ah! Bassza meg! Nem baj, élünk.
Nem tudom, hogy. Ezek ilyen repülőbékák. Jön a kövi. Rémálmaim lesznek ezektől a békáktól. Oké. Micsoda gombák vannak itt. Oh, hello. Oda hogy kéne bejutni? Vagy átjutni? Ha, innen. Titanized chunk. Valakint már tipeg? Látszik az árnyéka. Ja, olyan kis cuki gombák voltak, nem is tudom miért öltem meg őket. Lehet, hogy csak haverkodni akartak. Szóval végre valaki jön. Na, most kiderül, hogy haverkodni akarnak-e. Hello! Anyád. Hát nem haverkodni akarnak. De hogy belém vert egyet? Ők a szüleik. Ennek fele sem tréfa. És megöl két gomba. Hát van ilyen. De miért bevertek? Azt a mindenit. Nem veszem komolyan őket. Hát igen, a gomba szülők jöttek. És elnáspángoltak. Itt, mintha láttam volna még valamit. De lehet hülye vagyok. Igen, ott. Ó, meg ott is. Az eddig is ott volt. De hogy nem vettem észre? Oda ugrani kell. Oh, oké. Okay. Ja, látom. Jó, hát itt van lent még egy. Hol van? Na hát az előbb itt volt. Ott van. Hup!
Staminás gyűrű a fenti? Honnan kéne ugrani? Innen. Hát... Innen. Hát... Pont beleakadok ebbe a fába. Jajaj. Majdnem. Nem baj, majd a kövi alkalommal. Nem tudom, miért húztam el jobbra amúgy. Hát igen. Na hol az a... Lehet, hogy inkább innen kéne. Így. Red Titanite Chunk. A következő alkalommal megnézzük. Úgyis lesz következő alkalom. Na jó, keresem az utat. Azt hiszem legalábbis. Ja, itt a létre. Megyünk. Hoppá, hoppá. Oké. De így egyből. Tehát nem az volt, hogy úgy szép lassan, hanem így pif telibe. Remek. Hát igen, emlékszem rá a Elden Ringbe is. Inkább hát idegesítő, na, maradjunk annyiba. Nem erre. Jaj. Ha. Ja igen, erre voltunk már. Tudom, emlékszem. Mindegy, erre is lehet jönni. Ja.
És hogy szedtem le múltkor ezt a curse-t amúgy? Purging Stone kellett. De honnan volt nekem Purging Stone-om? Valahonnan fölvettem, gondolom. Vagy vettem valahol. Tényleg a rács mögötti néni. Ó, oké. Akkor oda is el tudunk menni, nem? Na, van még valaki? Itt van a cucc, ami kinőtt belőlünk. Igen, a patkányos alagútja. Merre tovább? Itt lefele, a gombák fele. Akkor most vánsatolni fognak a gombák gyakorlatilag. Már nagyok. Hát figyelni kell. Annyira azért nem agilisek. Az a hang, hogy meghalnak? My little friend Fungi. Room. És rúgott. Láttátok? Oh. Mondom, ez ebbe úgyse, ez olyan... Na mindegy. Értitek? De kellett nekem ide jönni. Tehát nem lett volna jó New Londonba folytatni. Nem. Jöjjünk el, nézzük meg ezt a opcionális részt. Mi baj lehet? Mégis csak egy fa. No, nem erre akartam jönni. Merre akarok menni? Ja, igen, easy, itt a boss sincs, hát mi baj lehet. El is tévedek, akkor csak arra kell menni. Jajaj, jajaj.
Ja igen, mondhatjuk azt is, hogy visszajöttünk a gyűrűért, igen. Szerintem leesik. Csak nem erre. Hát mondjuk. Akár még jó is lehet. Hát ott a létre, úgyhogy ez nem annyira jó. Lehet, hogy most megszivattuk magunkat. Mondjuk... A létre a gyengéknek van. Az easy módja a játéknak. Nem, azt az itemet nem engedi nekem fölvenni a játék. Azt mondta, hogy nope. Megyünk. Jó. Körbevesz a család. Azt akkor, hajjaj. Borsodíszítő, jaja. Oké.
Na. Így van. A család a legfontosabb. Egy füstkapu. Hello? Es lég. Ott egy bonfire. Ó. Itt már van boss. Ah. Őt ismerem valahonnan. Hidratálok is. És ők énekelnek ilyen szépen. Jó, mondjuk legalább ez a boss annyiból jó, hogy rögtön itt van a bonfire-nél. Igen, igen, azt látom, hogy nem... nem teljesen ugyanúgy néz ki. Na, nézzük meg. Hello? Az igen. Igen, Sherit Adri, ez a Vilmos és a két Katalin, igen, házasságára készített sör. Házasságának ünneplésére. Házasság kötésének ünneplésére. Na csak. Összeáll a mondat. Semmi baj. Na, szóval igen. Ahogy mondod. Hello! Itt vagyok. Nem tudom eldodzsolni.
Oké. Jó lenne látni, hogy mennyi HP-ja lehet még. Ha van még feje sok, az biztos. Nincs sok HP-ja pedig. Oh. És pont beledodzsolok. Csajom ki a vízből, de teljesen ki lehet. Sétadi, annyit nem fogok inni, hogy ne tudjak beszélni. Keszeg. Jajaj. Igen, ez a hülye gyerek, aki szelfizik a szakadék szélén. Na, nem is mondom inkább, mert...
Eddig már nem jön ki, mi? Valahogy máshogy kéne. Most egy full HP-ről. Amúgy szépen lassan le lehetne szedegetni, csak annyira random. ...nak tűnik, hogy merre kéne dodge-olni.
Össze-vissza. Megpróbálom a széléről lecsipegetni. Nem tudok jobbat. Hát igen, mondjuk jön ő is. Az a helyzet. Elfogyott. Egyszer csak elfogyott. Köszi a tippeket. Legközelebb megfogadom, de most valahogy úgy fölmérgelt, úgyhogy úgy voltam vele, hogy direktben megcsináljuk. Titkos fal? Nem. Na, nézzünk itt szét. Az itt is van art design.
Igen, a zene ez olyan váratlan, nem? De nagyon fenkölt, vagy hogy mi. Az micsoda? Gombák ezek is. Nem gombák, ezek rákok. Vagy hát ilyen... Valami olyasmi. Kagyló, igen. Őszintén szóval az ilyen tengeri műtyműrűtjökkel... Nem nagyon vagyok tisztában. Hát azért... Sokat nem sebzünk rajta. Ő kereste a bajt. És akkor itt ez a hídra volt a boss, vagy lesz rendes boss is? Ez volt, oké. NPC-k még vannak. Meg a család. Íj. Elfogyott a stamina. Igen, ez a... Igen, olyan Bud Spencer pofonok. Ja. Akkor beakad a kard a fába. Most csak itt körbe jöttünk. Oké. Hello? Miért hílelek? Simán csak ütni kéne. Attól, hogy én hílelek, attól ő nem fog meghalni. Most megint futhatunk végig megint.
Simán csak el kellett volna futni mellette. Megpróbáljuk őt nem felbosszantani. Oké. Az ki? Vagy mi az ott? Hello? Ő ilyen haver? Szevasz. Préj. Ó, ez is egy Covenant. Ó. Whatever. Különösebben nem számít szerintem. Belépünk mindenhova. Ingyen van. Offer Dragon Scale, és akkor mit kapok érte? Kapok érte valamit? Vagy kell ez nekem még valamire, ez a Dragon Scale? Azt láttam, hogy fölvettünk egy csomót. Egyet adunk, tessék. De ez ezek a Covenantek nem csak a izékben van, ez a szerepe az online. Ez kell a Dragon fegyverhez. Aha. Hát jó. Le lehet vágni a farkát. Most tudom, ez egy bunkó kérdés, de ez a dolog ebbe a játékba. Vágjuk le a farkát. Hello? Dob egy Dragon Greatsword-et. Meg megöl utána, gondolom. Nem. Jól vagy?
Nézzük meg. Megint áttekertem. Kicsit a strength hiány van. Lehet, hogy csinálunk majd a... Valamelyik, lehet, hogy a Dark Souls 2-ben is strength build-et csinálunk, mit szóltok hozzá? Csak hogy nézzük már meg, hogy az is milyen. Aztán keresünk valami izom brutál ilyen strength fejót. Na jó, visszateszem. Jó, leülünk. Szintet lépni nem tudunk, de megnézem, hogy van-e nálunk szól. Hát lehet, hogy nem lesz annyi. Jó, akkor vissza kéne mennünk. Hova kéne visszamennünk? Undead Parish? Mondjuk. Venni akarok... Varázslós buildet majd az Elden Ring újrajátszásba csinálunk. Hát Undead Parish, jó az nekünk. Mondjuk lehet, hogy a Firelink Shrine is jó lenne. Ma a Firelink Shrine-tól, hát, na mindegy. Takeshi. Akkor a... De az Undead Asylum-ba csak a izin keresztül tudunk menni Firelink Shrine-on. És itt föl kell menni a fészekbe. Szevasz! És a... De az a madár a fészekbe, ugye? Aki nem volt ott. Múltkor. Valamiért. Thank you.
Máskor elsőre sikerül. Nem tudom, mi van most. Kaptam egy kis szólt, nem tudom miért. Oké, okay. És akkor itt ugye föl kellett menni ide a fészekhez, és összegömbölyödni. Na, és akkor nézzük, hogy most itt van-e. Hozok sört. Itt is vagyok. Na. Most az én leülök ide is. Ne kelljen varpolni megint, ha úgy alakul. Mint ha aludt volna valaki.
Nem, mintha horkolna. Na. Oké. Okay. Jó, és akkor itt hagyjak itt simán csak itemet? Correct Red Eye Orb és Sunlight Maggot. Drop. Egyet. Oké. És ennyi? Meg tegyek le ilyen Sunlight Maggotot? Correct Red Eye Orb. Sunlight medálom van. Valami itt nem működik. Nem tudom, le kell ülni, vagy arrébb menni, vagy... Hát ha nem működik, akkor átmegyünk a nénihez a rács mögé. Nem tudom, hát... Hol van innen a bonfire? Nincs messze. Most annyit le tudunk ülni.
töltsem be újra. Tehát lépjek ki a gameből és... Hát megnézzük. Furcsa. Oké. Fixed. Nagyon jó, és akkor... Meg is van. Köszönöm szépen Nevermind a tippet. Hagyjak ott rá bist. De annak nem fog örülni. Mi hagyjak itt rábist. És akkor ezt megint? Meg Dangot. És hol van Dang? Ezt a Dunk Pie-t? Pite. Mind a hármat? Nem tudom mire használni. Jó, és akkor megint reload? Egyesével megy csak. Nem ültünk le ott. Le kellett volna ülni. Jó, akkor hagyjunk ott Rabist, meg Dangot. És akkor mindig újra kell tölteni a gémet. És azt a szállányt meg ott honnan tudom megszerezni? Jó, most leülök. Mondjuk... Lehet, hogy itt hagyunk valamit. Meg fölveszük a szólt.
Na jó, de akkor mitől fog triggerelődni a csere? Tehát... Furcsa. Tehát akkor most már fölvettem volna elvileg a... Tehát visszaveszi a Dunk Pie-t. Azt addig nézd már meg, hogy a Sunlight megötöt honnan lehet szerezni. Légy szíves, mert csak jó lenne beszélni Killák tesójával. Az van ott lent a... ott a titkos fal mögött. Gondolom. Akitől tudtuk erősíteni a... cuccot is. Félig pók, igen. Demon Titanite. Hát, egyáltalán nem... azt sem tudom, hogy... kell-e majd nekem ez a Demon Titanite. Ó! Oh. Akkor többet nem is lehet. Hát azért kipróbálom hátha. Valamiből többet lehet, valamiből nem. Demon Ruins végén kisenemi dobja. Demon Ruins. Ott voltunk már? Demon Ruins. Ja, a lávás cucc. Igen, ott nem voltunk. Na, be is nyelt a dangot. Hát igen, a lávás cuccon nem mentünk végig. Jó. Na, akkor viszont megyünk tovább. Hát a lávás cucc szerintem még mindig korai, ugye? Vagy nézzünk rá arra? Mondjuk ránézhetünk. Hát a guide szerint követtünk el hibákat, úgymond. Tehát nem teljesen a guide szerint mentünk. Mert például a Deep Root részt is megcsináltuk hamarabb, mint kellett volna. Őt hívják Snuggly-nak? Vagy a kivel trédeltünk? A trédest, oké. Okay. Hát haver, együtt érzek amúgy, abszolút. Jó, akkor nézzük meg a lávást. Én azt mondom. Vettünk föl? Még ezt gyorsan megnézem. Talán egyet vettünk föl, de ez valami kis... Hát igen, ez... Ad vagy 100-at. 200. Jó, akkor...
Daughter of Chaos, ugye? A... Azt hiszem, Daughter of Chaos. Igen, New London Ruins jönne, de... Tehát a lávás rész mennyire van messze? Már így a... Guide-ba. Sajt Adri, én nagyon élvezem, de komolyan. Nekem ez pihenés. Bármennyire furá hangzik. Na mindegy, amúgy tök mindegy, oda megyünk, elkezdünk ütögetni, aztán hogyha nagyon fáj, akkor... Akkor elengedjük. Ez ennyi, tehát nem... Tehát még lenne a Duke's Arrowhead meg a Crystal Caves. Hát kettő... Tehát úgy, hogy a... Most jönne a New Londo, Duke, Crystal Caves és ez. Egy határozott talán. Figyelj, kipróbáljuk, oda megyünk ezekhez a Józsefekhez, hogyha nagyon... Tehát, na, most megyünk emberkedni, az az igazság. Mi ezt úgy hívtuk régen, hogy oda megyünk emberkedni. Aztán, hogyha összemegyünk kicsire, tehát összetöpped, akkor megyünk New Londonba, hogyha meg nem töpped össze, akkor meg... haladunk errefele. Ennyi. Ugye egyszer itt már összetöppett. Hello! Azóta léptünk vagy 20 szintet szerintem, szóval... akár még jó is lehet. Amúgy... Az a bajom, hogy itt vannak most 5-en. Hűha. Igen, ez nem jó. Tehát... Tehát ez így határozottan nem... Még annyira nem is rossz. Azért. De megint az a baj, hogy... Hogy nyomja a moonwalkot, mi? Azt mondja... Kis Jacko. Na, én ezt úgy ítélem meg, hogy... hogy haladhatunk. És a 4 ütés belefér a staminába egy dodge után. Ami azért... azért nem rossz. Ring of Favor, ja.
Nem akarom levenni. Van valami tűzálló overallunk? Amúgy. Mondjuk ez elég jó. Ó, ez a Goldham Black Cock. Ahogy az új-zélandi kollégám mondaná. Ez ide kell. Oké, és ebből van maszk is. És ezt a gyűrűt tudjuk kicserélni. Max Equip Load, szerintem az most nem kell. Fireplate Ring. Flamestone Plate Ring. Nem lehet oda fölmenni. Föl kellett volna ugrani, mi? Semmi baj. Ilyet kellett volna csinálni, ugye? Minél most kipróbáljuk. Hát azért... Azért kapunk egy kicsit. Ha egyáltalán föl tudok ugrani, de... Csak nem spawnolnak újra. Na ez most meglepett. Nem. De akkor föntről kéne leesni? Na mindegy, whatever. Hát ezek nem spawnoltak itt újra. Hamarabb ugorjak. Megpróbáljuk még egyszer. Csak azt fölvesszük. Ez most meglepett, hogy ezek nem spawnoltak újra itt. Ezek a nagy fiúk. De miért rakja oda? Igen, és meg is halunk. Nem baj, fölvettük. Soul volt. Jó, most akkor lemegyünk, fölvesszük a soul-t, megpróbálunk még egyszer felugrani. Aztán, ha nem, akkor elengedjük és megyünk tovább. Pedig jó sok szóval dobtak ezek. Greatly reduces lava damage. Mondjuk akkor lehet, hogy szintet is léphetnénk, ha már... ha már van ennyi szólunk.
lehet, hogy kicsit balról. Megnézzük. Fölveszem a szót, és akkor megnézzük. Hát... Igen. Hát lehet, hogy igazatok van. Nem. Úgyhogy felveszem a szót. Így van, Bossmang után, de amúgy... Na mindegy... Ott marad. Lehet, hogy föntről... Hát ez meg túl magas. Vagy ott nem lehet leugrálni? Ott. Pont ahol mutatom most a izével a katonával. Ott nem lehet leugribugrizni? Na mindegy. Bossmang sorozatot folytatni? Az X-Men-re gondolsz? Mert ott ugye lezárult egy történet. Tehát ott a... Ott ugye izéig története lezárult. Hogy hívják a fickót? Holden, igen, köszönöm. Hát igen. Az, hogy mi van a rejtés ellenségekkel, az... Hát, az úgy rád van bízva. Ott a folytatás az... Ugye három könyv van még ezután. Ott már csak a izé... Hát csak... Az a... Három? Hát, hogy nincs három. Na mindegy, most ebben nem vagyok biztos, de ott már ugye az új világról lesz szó, amit most mutogattak is már az utolsó évadban. Ahol az a kisgyerek volt, meg... Na mindegy, tehát ott már arról lesz szó. Szóval, hogy abból mi derül ki, hát az ugye más kérdés, de... Igen, ahol a... Így van a... Hát, megjavította. Fixed. Ja, hát nem lett az igazi, de úgy nagy... Na, hát... Úgy, erre futotta. Hát igen, azt nem tudom, hogy folytatás mikor jön. Mert őszintén szóval én nem is olvastam, hogy... Tehát, hát jó, mondjuk különösebben nem kerestem, de nem nagyon találtam, vagy jött szembe info arról, hogy... Shattered the Expanse című sorozat, egy kiváló sci-fi sorozat, de tényleg... Mondom ezt, hogy Dodge után tudok 4 quick attackot, ez rohadt jó. Szóval tényleg egy kiváló sci-fi sorozat. Ha szereted a sci-fit, akkor ez egy tényleg kötelező darab. Annyi, hogy a mai ízlésnek talán egy picit lassú maga a sorozat, meg van egy-két olyan
része, ami olyan, inkább olyan 90-es évek sorozata. Tehát mit tudom, mintha ilyen X-aktákat nézni, hogy olyan kicsit lassúcska a dolog. Most nem mondjátok, hogy ebből ennyi van. Itt lefele van egy shortcut, mi? Ez mi volt ez a hang? Az ott micsoda? És mi ez a hang? Na mindegy, de egyébként tényleg egy kiváló sorozat. Én akivel így összefutok és nem nézte, mindig ajánlom, hogy érdemes, mert tényleg nagyon jó. Hát nem is tudom, hány évad van belőle? 5? Talán. 5 vagy 6? Nem tudom, nem emlékszem. De, tehát jó hosszú. Jó hosszú. Mindenképp érdemes. Amazonon van. Igen, tehát az Amazonon. Seritadri, nincs Prime-od. Hát nem is tudom, ami 1000 forint havonta, vagy mennyi. Most mondanám, hogy és mellé kapsz egy ingyen Twitch feliratkozást, de az ugye most mondjuk nem tudom most pontosan otthon mennyi, én nekem emlékszem 1000 forint volt havonta. És abban volt Prime videótól kezdve Twitch subscription ingyen. Tehát tényleg ez egy nagyon jó biznisz volt. Most már nem tudom mennyi otthon. Nem is, hát azért, hát jó, igen, a Apple TV-n is van jó sorozat, meg a Netflixen is van jó sorozat, de hát ezért kell azt csinálni, hogy összeírod, hogy mi az, amit egy hónap alatt meg tudsz nézni, és akkor csak egy csatornán, tehát nézed a Netflixet egy hónapig, azt utána visszamondod, és utána nézed egy hónapig a Apple TV-t, aztán egy hónapig, és így tovább. Na, tessék, Netflixed az van, az meg majd 4000 forint, vagy mennyi. Te, miért a kukac alatt van a bonfire? Ez a kukac nem akarja, hogy én ide leüljek.
Mennyi élete van ennek, de komolyan. Ennyi. Jó. Meg is javítjuk. Jó. Na. Ja, megvan a bonfire. De igen, amúgy a Netflixen is van jó, hát sci-fi sorozat, ami, vagy mi a Apple TV-n, ami nekem tetszik, az a kettő is, a, egyik a Foundation, nekem tetszik, de hát nyilván erről egy Asimov fannal nem nagyon lehet vitatkozni, mert, tehát az Asimov fanoknál csak a Star Wars fanok rosszabbak ilyen szempontból. Maradt 80-on a durability. Így van a For All Mankind, de nagyon, ami nagyon tetszik nekem. Ez itt valami állat? Amúgy. Na mindegy, ha nem bánt, nem bántjuk. Így van Nevermind, a Takeshi Kovács a főhős benne. Na őket biztos meghívnám egy grill partira. Hello, stopsoros, szia-szia! Te ahányszor beköszönsz, mindig valami új emótod van. Nézzünk el erre. Oh shit, ez nem jó. Mondjuk mindegy. Mindegy, szóval tényleg a For All Mankind nagyon jó. Nekem nagyon tetszik, bár az új évad már olyan nem az igazi, de a többi az topsoros. Ott egy láda. Meg egy baszott kukac. De megijedtem. Fú. Ez így unalmas lesz. Ó, oh, erre ő is gondolt. Hát ijesztők ezek a nagy kukacok, jajjön. Azt a kurva. Ez egy ambush Attila volt. Hello? Várható volt.
Megpróbáltam ott átfutni. Majdnem, ja. Sok-sok hatalmas kukac. Na mindegy, hello. Grill partisok. Stopsoros, nem tudom, kire gondolsz. Ja, valami youtuber. Igen, gondolom. Várjátok már, ezek a kukacok... nem spawnolnak újra, ugye? Vagy legalábbis ott, ami volt a... Bonfire-nél, az nem pusztult. Pusztult. Nem spawnolt újra. Hello! Na gyere! Ugorj! Nem ugrik. Majdnem leestünk. Youtuber, orvos, ügyvéd, vízvezetékszerelő. Ó, hogy rohagy meg. Mi van abban a ládában, mondjátok meg. Valaki mondja meg, mi van abban a ládában. Egy ember? Az a stopsoros. Csak majd magamnak sem merem bevallani. Hogy néha nézem. Ó, akkor viszont, hogyha ember, akkor csak meg kéne. Stopsoros, de miért? Miért kezdtek el szlotozni? Hát... Hát igen.
És érted, nem tudom azt mondani, hogy... hogy ne csinálják. Én magam biztos, hogy nem csinálnám, de... én nem ebből élek. ők meg igen. Tehát... tehát bizonyos értelemben megértem. Ettől én még nem feltétlenül tartom jónak, vagyunk annyiba. Hát igen, mondjuk ez is igaz, hogy... ez mellé ment. Hogy azért vannak olyan csatornák, akik nem szlotoznak, hanem dolgoznak. Kombájnozós. De Nevermind, az jó. Én azt szoktam nézni, Dantest. Hát mostanában kicsit kevesebbet. Nem mondod. Hát de dodzsoltam. Ez mekkora shit. Mondjuk nem hátra kellett volna dodzsolni, hanem oldalra. Mehetünk újra. Szóval... Dantest néha nézem. Nyilván az egy teljesen más, tehát... nyilván itt a slottal az a... gond talán... hogy... valóban olyan semmittevésnek tűnik. Bár azért valaki... próbálja megtölteni valami kis tartalommal. Tehát, hogy ne csak sima szlotozás legyen. De ja, az biztos, hogy ez egy egyszerűbb formája a pénzkeresésnek. De igen, sok csatorna van, akiből egyáltalán nem nézném ki, hogy valaha csinálni fogja. Tehát... hát menjük. Ez is olyan, hogy... ugye a pénz az tényleg nagy úr. Ilyen értelemben. Nevermind, tehát Amurant a Twitch-et arra használja, hogy promózza az OnlyFans oldalát. Nem azért, mert ő abból olyan nagyon sok pénzt keres. Keres abból is jó pénzt. De ő ott a saját OnlyFans oldalát promózza. Ennyi. Tehát egy business... decision, vagy hogy mondjam, egy ilyen reklám tulajdonképpen. Hát, stopsoros, így van. Elég jó, összefoglaltad.
Oké. Na. Nagyon jó. Akkor ez is megvan. Szuper. Hát bevettük a kukacokat, mármint hogy a helyet. Úgyhogy legyőztük a kukacokat, úgyhogy megvan az ember, és most már mehetünk tovább. Remek volt cím lenne. Hajnalka egyszerre 4 kukacsal bánt el. Sejt Adri, egyszer majd lövöldözünk. Az biztos valami... valami online-ra gondolnék. Ezt nem tudom, hogy nem kapott most el. Szóval, ami biztos lesz, ugye a Red Dead Redemption már mondtam, tehát az a tuti, és ott kell lövöldözni. De, tehát annak játszunk majd az online. Tehát a Red Dead online-a mindenképp. Ja, hogy a kukacok ellen. Nem. Az a baj, hogy szerintem nagyon kevés damage-e van a lövöldözésemnek jelenleg. Ez egy remekül időzített dodge volt. Húha. De jó, kéne valamilyen online lövöldözés is. Nem tudom én, chase-ni vagy ilyesmi. Stopsoros, az biztos, hogy fogtok róla infót kapni, mert én csak úgy fogok Red Dead online-ozni, hogy veletek. Tehát... Sőt, szerintem ha bármilyen online game lesz, akkor az csak veletek. Hát ez itt micsoda? Menj itt. Láttam, hogy le lehet menni. De itt végigmegyek, csak azért, mert itt biztos, hogy nincs semmi. Csak menjünk már a végig. Így van, itt nincs semmi.
Egyébként jó pár éve, hát még ugye az elején azért warzone-oztam is, még talán vodokat is leltek fel, hogyha keresgéltek. Őszintén szóval, lövöldözés. Különösebben nagy taktikát azért nem véltem felfedezni benne. Annyira véletlenszerű, meg random, meg... Van most PvE mód? Nem tudom, lehet, hogy ránézek majd. Gondolom ez a Warzone 2 már, amit mondotok. Az micsoda? Nem tudom, de én leütöm. Itt egy nagy ajtó. Stopsoros, hogyha fun, akkor akár meg is nézhetjük, akár közösen is, majd kiagyaljuk. Oda nem tudom, miért nem tudok bemenni, és akkor kéne egy ilyen ilyenből piros szemű, ami dob nekünk megotot. Jó, nézzük meg itt a... Ki van a kapu mögött. Demon Fire Sage. Hello? Bű. Ő itt most... Daddy, I'm stuck, vagy mi? Hát... Várjál, meghalok? Oké. Okay. És akkor most visszamegyünk a bonfire-höz, és megjavítjuk a kardot. Step demon, I'm stuck. Jó, és akkor most nem ütögetünk, hanem csak szaladunk. Nincs szólunk. Csak szólok. Vettünk föl. De a Reaper Powder-t nem akarom elhasználni, mert itt vagyunk úgyis a... ezénél. Na jó. Most beszéltünk a bosshoz. És levágjuk. Hello? Én nem akarok semmi rosszat itt. Hello? Hello, hello? Semmi, itt se voltam. Minden rám szakadt. Oké. Okay. Jó.
bleed el. Hogy lehuppant a popira. Ez ilyen R3-s atak amúgy. Kicsit az R3 ugrik be róla. Még van HP-ja? Már nincs. Humanity. 20 000 soul. Demon Catalyst. Oké. Lehet menni lefelé, meg fölfelé. Oké. Költjük el, amink van. Még kéne 4000. Talán... Nem ezt, ezt. Talán van nálunk. És ennek a... Ez nem... Ez dobott szólt? Nem dobott. Jó. Na. És erre lehet tovább menni. Esetleg még megnézzük, hogy arra fönt mi van. Csak rápillantok. Szól. Szerintem itt lesz az előző pálya, amerről jönnünk kellett volna. Ez egy lift. Aha, ez egy nagy rész. Aha. Hát ez Fall Guys. Vagy... Ja nem, itt a boss aréna alattunk, ahol voltunk az előbb. És ez egy lift fölfele? Igen. Nézzük meg. Mhm.
Ó. Csak ez eddig nem volt aktív. Oké, ez egy shortcut ide le. Demon Ruins. Jó, és akkor itt lefele kell tovább menni. What? Te én honnan jöttem? Nem erről, akkor a másik irányból. Erről. Igen. Nem fura volt. Aha, tehát a másik lávás területen. Jó, akkor visszajönk világhoz. Vagy a Kvilág tesójához, és akkor ott leülünk. Jó, és akkor innen folytatjuk majd, itt most megállunk, és lehet, hogy akkor New Londonba megyünk, mert hát a guide szerint csak arra kéne menni. Hello! Jó. És akkor innen fogjuk folytatni. Hát még nem tudom, hogy pontosan mikor, mert a jövő heti programom még eléggé homályos. Ami biztos, hogy holnap meg hétfőn nem lesz stream. A kedd, szerda az teljesen bizonytalan. Nevermind, ez még a heti menetrend, szóval ez most még nem tudom megmondani. Hát a hétvége tuti, de hát az még nagyon messze van. Figyeljétek a Discordot, és ott majd fogom mondani, hogy... hogy mikor, és hogy. Jó? Mert tényleg most még nagyon sok a kérdőjel. Főleg a munka miatt még most sok a bizonytalanság. Na. Minden esetre én köszönöm szépen, hogy itt voltatok. A mai napot is... Tényleg ezt a mai streamet is nagyon élveztem, úgyhogy folytatjuk mindenképp. Köszönöm a cheert, köszönöm szépen, Sherit Adri. Folytatjuk majd valamikor jövő héten, addig is legyen kellemes estétek és kellemes hétvégétek. Sziasztok!